A Csili TV közösség magazinjában rendszerint művészeti csoportjaink vezetőit szólaltatjuk meg. A mai vendégünk azonban nem ilyen hivatalosan kötődik a Csilihez. Ő a gyakori koncertjeivel gyűjtött az évek során lelkes törzsközönséget, amelynek tagjait a gitármuzsika szeretete formálja közösséggé a Csili nézőterén. Ez az előadó pedig nem más, mint Bernát Ferenc, gitárművész, zeneszerző, tanár, és nem utolsó sorban a zenetudományok doktora. Annak idején azért ragadtál gitárt, hogy a lányok szívét meghódítsd egy-egy Lennon dallal, vagy érdemes mélyebb indokok után is kutatnunk. Nagy szeretettel üdvözöllek, és üdvözlök mindenkit, aki így néz, illetve hallgat minket. Hát ez az első kérdés, ez rögtön egy olyan, hogy ugye mindenki ezt mondja, hogy a gitár az a hódítás, a lányok szívéhez vezető út. Én nekem gyerekkoromban, vagy fiatal koromban nem voltak ilyen tapasztalataim. Úgyhogy nem tudok erről reflektálni, hogy milyen az, hogy amikor a gitárra hódítunk. Most már annál inkább, de hát most meg már el vagyunk késve, mert van egy feleségem és két gyermekem, de egyébként tény és való, hogy a gitárnak van egy ilyen romantikus hangvitele, és maga a lelkülete olyan, hogy az ember beleszeret hangszínébe, ahogyan gyakorlatilag beszél maga a hangszer, ugye? És hát így volt ez nálam is gyerekkoromban, hogy ugye édesapám is gitározik, bár ő nem a klasszikus vonalat csinálja, hanem a könnyű zene, illetve most így már, ahogy ő mondaná, öreg fejjel adta a fejét a népzene felé. De otthon azért gyakori volt a gitármuzsika, és ez így adta magát. Én elkezdtem gitározni, és gyerekkoromban emlékszek, vannak ilyen foszlányok, hogy ilyen légycsapóval szaladgáltam otthon, és akkor imitáltam a gitározást ezzel, de még én pici voltam. És akkor apám mondta, hogy na már kicsit belenősz ebbe a gitárba, és akkor utána kaptam egy hangszert is. Gitárról, magáról. Ugye adott egy dobozforma, ami akár dobként is működik, meg hat húr, nem egy bonyolult mechanika. A gitár azonban mégis egy különleges instrumentum, mert hogy minden helyzetben működik. Az előbb említett tábortüzektől a klasszikus koncerttermek színpadáig. Szólóban is jó, kisebb-nagyobb zenekarok hangszereként is, sőt egészen különböző zenei kultúrák építették be szervesen a hangzásvilágokban. Mi a sikerének a titka? Hát ugye, ha már gitárról beszélünk, akkor nem, aki pont van itt kéznél egy, azért ez nem csak egy egyszerű doboz, hanem ez egy ilyen női forma. Azért ezt lehet szeretni másképp is, de ha azt mondom, hogy mi a sikerének, amit a hangszer sikerének a titka? Hogy ennyire elterjedt a világban, a legkülönbözőbb kultúrák használják a flamenkótól a havai csoportos, a havai közösségekig. Ha nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, akkor ez azért van, mert ugye a gitár az egy nagyon mobilis hangszer. Puhatokba vetetted, fölvetted a hátadra, ugye a beat zenébe, illetve a blues, illetve a jazzbe is így vonult be. Ha azt vesszük, hogy a blues honnan indult, ugye a négerek, és akkor még azt hiszem arabok, nem arabok, hanem a rabok, tehát hogy a négerek, mint arabok, ott a fájdalmukat azon sírták ki. Vették a hangszert a Mississippi partján ülve, és akkor ugye a blues zene arról szól, hogy a mindennapokról, és ugye a gitár annak a szerves része volt. Aztán ugye így ment át a jazzbe, így ment át utána a pop, a beat zene, és a rock, a rock and rollon keresztül szinte minden 20. századi műfajban megtalálható volt. De hogyha visszamegyünk egy picikét, akkor az ógörög mitológiában is lehet már találkozni azzal, hogy gitár, kitára, a kifár, meg a kefár, ugye ezek a hasonlóságok, utána a lant, illetve a más pengetős hangszerek, tehát ennek egy nagyon nagy mély múltja van.
hogyha visszamegyünk. És az lett volna a szomorú, hogyha ez így eltűnik abban a korszakban. De szerencsére megőrizte magát, illetve egy nagy evolúció megy keresztül maga a hangszer, és így alakult ki ugye alant formából, aztán ugye a mai formájú ez a 8-as alakú, a női formájú dobozgitár, aminek ugye úgy hívják, hogy dobozgitár, vagy dobgitár, klasszikus gitár, a spanyolok spanyol gitárnak nevezik, és ennek is vannak ilyen válfajai, a flamenco gitár, a klasszikus gitár, mint eredeti Torres-i felépítés, ugye Torres a 19. század végi gyakorlatilag ez a gitár, amit mi használunk most, a klasszikus gitárosok, ez a forma, és ez a belső elrendezése, meg a húrok, meg a bundok elrendezése, tehát hogy magyarázom, hogy ez a menzúrája, a méret, ez mind Spanyolországból ered a 19. század vége Torres nevű mester. És gyakorlatilag azóta a gitárok, a klasszikus gitárosok ezt a fajta formát követik. Ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor pedig a mivel mobilis hangszer megszólal önmagában is egy tábortűz mellett, ezért nagyon populáris lett, és gyakorlatilag nincs olyan zenei stílus irányzat, amiben ne találná meg a helyét. Ugye úgy a komoly zenétől, a népzenén át, a popzenén, a rock, rock and roll, blues, jazzen keresztül mindenhol. És ugye egy polifonikus hangszerről van szó, ahol a dallamot és a kíséretet is lehet biztosítani. Hogyha a klasszikus gitárt vesszük, mint önmagát, ahol a komoly zenei repertoárt játszuk, ott mindenképpen, tehát ott egy szál hangszeren gyakorlatilag zenekarként játszunk. Tehát maga a gitár az mint egy kis szimfonikus zenekar. Ráadásul hihetetlen sokféle tónusban lehet megszólaltatni az alkalmazott technikától függően. Mutatnál erre egy kis példát? Hát, hogyha most ha a klasszikus gitározásról beszélünk, ugye azt tudni kell, hogy mi, illetve a flamenco gitárosok is körmökkel pengetünk. Tehát, hogy a jobb kezünkön vannak a körmök. Ezért nem használunk ugye pengetőt, mint a pop gitárosok, vagy akár a jazz gitárosok, vagy bármilyen rock gitárosok. De ugye miben rejlik a klasszikus gitárnak, miben rejlik ez a csodálata? Például van egy, vegyünk ugye mi az a polifónia. A polifónia jelen esetben, hogyha széles körben nézünk, ugye a több szólamoság, de például egy gitáron el lehet játszani egy teljes zenekar. Most nagyon hirtelen akartam egy olyan pop vagy rock számora gondolok, amiben van egy énekes, van egy basszusgitáros, van egy gitáros, van egy dobos például, ugye, és azt ugye egy szál gitáron is el lehet az egészet játszani. Most kíváncsi vagyok, hogy te felismered-e. Ebből a kis motivumból fel lehetett-e ismerni. Valami Edda szám? Edda szám, így van, Edda a kör. Tehát, hogy gyakorlatilag egy gitáron eljátszom az énekszólamot, akkor a magát a kísérletet, amit egy ritmus gitáros játszik, a basszus szólamot, amit a basszus gitár játszik, és még hogyha oda csapok neki, akkor gyakorlatilag még a dobot is lehet vele imitálni.
Na ezért csodálatos ez a hangszer, hogy egymagában el lehet rajta játszani ilyen dolgokat. De alapjában ugye, hogyha a klasszikus gitárirodalmat nézzük, akkor mivel rejlik ugye a polifóniája, hogy míg egy szóló gitáros játszik egy ilyen dallamot, akkor ehhez kellene egy zenekar. De klasszikus gitáron itt van a zenekari kíséret rögtön alatta. Köszönjük a bemutatót! Ezek a hangszínek, hogy ugyanazt az akkordot meg fogom ez így szól. Ha itt egy picit, ha egy picit máshol pengetem, akkor már ugyanaz az akkord már így szól. Vagy élesen, vagy... És akkor gyakorlatilag a körmökön múlik az, ami a hangmérnökön szokott múlni, hogy a hangmérnök állítja a magas, mély, közép frekvenciákat, egy klasszikus gitáros pedig a körmével állítja azt, hogy ez most... Bár számtalan szerző írt komoly zenei darabokat gitárra, a koncertzenekarokban, ha csak nem kifejezetten gitárversenyekről van szó, viszont ritkán tűnik föl. A klasszikusok miért nem számoltak vele? Talán pont azért, végül is én ezt csak saját magamban, illetve a kutatásaim alapján, ha fogalmazhatok így józan paraszti ésszel, következtettem, hogy az egyik az nyilván azért, mert a gitár azért az halkabb önmagában, mint egy hegedű. A szimfonikus zenekarokban, hogyha a gitár helyet foglalt volna, akkor lehet, hogy nem tudtak neki olyan szerepet kitalálni, amivel teljes értékén meg tudta volna magát mutatni. A másik ok az lehet az, hogy maguk a gitárosok nagyobb ambícióval rendelkeztek, mert ugye a gitár az egy szólisztikus hangszer. És a szólisták azok ugye inkább úgy mutatkoznak meg, hogy én szeretek a középpontba lenni, nem pedig beülni egy zenekarnak ott valahol a 63. hegedűseként például. Most ezzel nem bántani akarom a szimfonikus zenekarok 63. hegedűsét, mert ugye az egy komplexum, tehát a szimfonikus zenekar az egy egység. A gitár viszont egyedül önmagában megállja ezt az egységet, ugye az előbb is felvázoltuk, hogy ez a zenekari megnyilvános, hogy egyedül meg tud szólalni, mint egy zenekar. És talán pont nem véletlen, ugye Giuliani, aki a Beethoven barátja, ugye, hogy ő írt több gitárversenyt is, gitár, amikor a szimfonikus zenekar kíséri kvázi a gitárt, illetve hát versenyeznek egymással, koncertálnak. Viszont manapság ez a hangszer utat tör magának a zeneirodalomban. Bizonyíték erre a következő felvételünk, amelyen a kárpátaljai filharmonikusokkal játszod a saját szerzeményedet, mégpedig a magyar gitárverseny. Ha jól tudom, ez egy jótékonysági koncert volt, remélem jól kerestetek a nemes cél számára. Egyébként jut eszembe, hogy mondják oroszul, hogy mennyit keresel? És most nem a pénztárcádban akarok turkálni, csak a fordítás miatt.
Hát ugye ez nagyon érdekes, mert hogyha oroszul, skolka ty zarabáty vajesz, ukránul, skilke ty zarobljájesz. Honnan származik az orosz és az ukrán tudásod? Én Kárpátalján születtem, hát bár én magyar lakta településen, ugye később ukrán iskolába jártam, illetve az ottani zeneakadémiákon, tehát ukránok voltak az oktatások, tehát az ukránt azt innen ismerem nagyon jól. Ugyanígy az oroszt is. Abban az időben még nekünk volt orosz nyelv, meg ilyenek. Tehát akkor Kárpátalján születtél, és az előbbi kérdésem az nem volt véletlenül, mert bár én már sokat felejtettem az oroszból, de ugye a zarabátyivat az szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy megdolgozni. Ugye a magyar pedig keresi a pénzt. Na most ezzel csak azt a különbséget akartam érzékeltetni, ami a nyelvekben megmutatkozik. És a nyelvekben megmutatkozó különbségek azok egyszer s mind világlátásbeli különbségek, és én azt tapasztaltam, hogy azok az ismerőseim, akik kétnyelvűek voltak, tehát gyerekkorukban nem megtanultak, hanem szinte egyszerre sajátítottak el két nyelvet, két kultúrát, valahogy sokkal rugalmasabbak a világban, mert a gyerekkoruktól megtanulták, ahogy Karinti mondja, hogy minden másképpen van. Tehát el lehet a dolgokat különböző módon képzelni, akár egészen különböző aspektusokból. Szóval ez a kétnyelvűség, illetve az, hogy egy másik kultúrába ágyazva, egy kisebb közösség részeként nőttél föl, ez mennyire segít téged a boldogulásodban, illetve a zenei pályádat mennyire határozza meg? Hát ugye van, ennek is van legalább három oldala, mint minden éremnek. Az egyik oldala ugye az, hogy nyilván több nyelvet tud az ember, nagyon szélesebb a látóköre. A másik, amit én kifejezetten nem is olyan rég vettem észre, hogy én 2007 óta élek itt Magyarországon, és amióta itt élek, akkor csak felfedezni, hogy ugye így a tudat alatt, amikor valamiben benne van az ember, akkor úgy készpénznek lesz. Például most vegyük ezt a mai szituációt, és hogy itt vagyunk benne, most tűnik fel nekünk az, hogy hoppá, hát jó volt, amikor csak úgy szabadon néz ki, az egészség, valaki járt munkáját, vagy valami, amit azelőtt csak úgy készpénznek vett. Tehát, hogy nem biztos, hogy hálát adunk azért, hogy észreveszünk azokat a szép dolgokat, amik minket körbevesznek, mert úgy veszünk, akkor kezdenek hiányozni. Például most ülünk a karanténban nagyon sokan, és akkor hiányoljuk azokat a dolgokat, amiket azelőtt észre sem vettünk. Na most így voltam én a népzenével is, hogy amikor benne voltam, kiártunk a természetbe, édesapámmal horgásztunk nap, mint nap, tehát nem veszük észre azokat a csodákat, amik körülvesznek minket. Nagyon sokat énekeltem odakint kórusba, hogy amikor tanultam már Ukrajnában a felsőfokon is, vagy akár a középfokon, akkor ott már olyan kötelező tantárgyak voltak, hogy így az ember magába szippantotta ezt a zenei kultúrát, az ukrán zenei kultúrát, és akkor ez ilyen természetes volt. Aztán, hogy eltelt 10 év, most itt vagyok, és kezdtek így előbújni én kis ilyen bimbóznak, ilyen csírák, hogy ilyen népzenei, ukrán népzenei motívumok, kárpátaljai népzenei motívumok, és akkor így írtam a Kárpátok mágiája című művet, illetve nagyon sok ilyen ukrán, meg kárpátaljai nemzetiségekhez kapcsolódó írt zeneműveket írtam, ilyen népdal feldolgozásokat. Mert ugye Kárpátaljáról tudni kell, hogy a Kárpátoknak azt mondom, hogy hát nem akarok hülyeséget mondani, de valami 30 nemzetiség, nagy és kisebb nemzetiség vannak. Egyébként az általad... Sok, ez ugyanez a zenében is megmutatkozik. Egyik faluban ilyen tájszólással szólnak, másik faluban lehet, hogy aztán nem is értik. Ugyanez a zenében is ilyen motívumokat használnak, a másikban már amolyan motívumokat. Tehát a zenei nyelvet is sokféle tájszólásban beszélik. Egyébként az, hogy nagyon sok gyökerű volt ez a te zenei tápanyag felvételed, ezt az előbb általad már említett Kárpátok varázsa című szerzeményed is nagyon jól mutatja, amelyben nagyon számomra misztikusan, kicsit keleti varázslattal ötvöződnek ezek a hatások. Van erről egy felvétel részletünk, hallgassuk meg. Thank you.
Kárpátok mágiája ugye azon túl, tehát a zenének mindig van egy olyan mondani valója is, ami nem csak arról szól, hogy na most mutassuk meg egy bizonyos népnek vagy nemzetiségeknek a zenei kultúráját, hanem az mindig egy misztikum, tehát ez mögé kell, hogy lásson a dolgok mögé. Így van a zené, legalábbis amit én írok, azt mindig úgy írom, hogy amikor már belül valamikor nagyon ki akar jönni. És ez a Kárpátok mágiája is olyan, hogy a Kárpátokban vannak az ilyen molfárok, az ilyen természetgyógyászok, akik ott kimegy, van egy öreg nénike, kimegy az erdőbe, így összeszedve valami füveket, főz egy főzetet, azt odaadja a férjének, és az már örömébe ugrál, pedig előtte egy nappal még nem bírt felsekelni az ágyból. A lényeg az, hogy ez a zene, ez így, ezt is akarja sugallni, hogy egy ilyen folyamat hogy van, hogy valakinek valami gondja van, az elmegy oda, akkor meglátja az erdőnek a suttogását, akkor este ott a tábor tűz körül, ahogy mondják ezeket a mágikus szövegeket, akkor fő a főzet, hogyan kéri meg például egy fiú, egy helyi fiú, egy lány kezét, tehát hogy mindig ilyen érzelmi töltetet kell, hogy sugározzon. És ezt hordozza magába, ez az egész ilyen zenei motivum. Az előbbi bejátszások során, ugye mindegyikben Bernát Ferenc saját szerzeményét hallhattuk. A zeneszerzés nálad tanult dolog, hiszen ugye kiváló művészeti egyetemen végeztél, a doktorit is ott csináltad, és számos mesterkurzuson is részt vettél. Vagy a zeneszerzés iránti vágy ösztönös, esetleg magából a hangszerből fakad, vagy a virtuóz játéktudásodból jön egy úgynevezett önkifejezési vágy. Mivel magyarázható? Hát ugye én nagyon sokat koncerteztem, és nem úgy gondolkoztam azon, hogy én zeneszerző leszek, vagy valami. Nyilván tanultam az ehhez kötelező tárgyakat a tanulmányom során, de én nem írtam, tehát nem arra specializálódtam, hogy zeneszerző legyek. Viszont jöttek ilyen benyomások, ilyen külső impulzusok. Ezt ugye úgy hívjuk, hogy ihlet. Például a gyerekjáték, hogyha az volt az ilyen, vagy hát azelőtt voltak már ilyen improvizációs dolgaim, de azokat nem írtam le ottába, csak játszottam a saját koncertjémen. De amit kifejezetten leírtam a kottába, az az volt, amikor ugye megszületett az egyik fiam, aztán jött utána a másik, és itthon tele voltunk játékkal, mindenhol játék volt. Tehát bemész a fürdőszobába, játék. Nyitom a hűtőt, már ott is játék van. Tehát gyakorlatilag mindenhol ez volt, ez vett körbe, és akkor hogy az ember játszik a saját gyerekének. Én ugyanúgy játszogattam neki ilyen kis motívumokat, aztán azt vettem észre, hogy hoppá, de hát ezek tök jó gyerekdarabok lehetnének. És akkor fogtam, lekottáztam, nagyon sokat belőle, és odaadtam tesztre a növendékeimnek a zeneiskolában, úgy tanítok. És akkor a teszt során gyakorlatilag egy hét alatt kiderült, hogy mindenki imádja őket, és akkor így lett az első kötetem például a Gyerekjáték címmel. A Gyerekjátékok sorozatban írtál például tűzoltóautóról, szereztél altatót. Amit most mi ezzel kapcsolatban be fogunk játszani, az például a medve táncát idézi meg. Ha táncoló medvéről beszélünk, akkor annyit hozzáfűzök, hogy ugye azt is úgy találtam ki, például a medve, az egy ilyen nagy brummogós medve, bum, 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 és akkor ilyen sánta, lehet hallani ritmusán is, hogy egy 5-8-ra van írva, 1-2-H, 1-2, 1-2-H, 1-2. Tehát ezek azért zeneileg is átgondolt dolgok, nem csak úgy profán módon írkáltam őket, de azt a hangulatát akarja sugallni, ugye a táncol, a medve az hogy táncol? Nyilván sántitkat, bugdácsol, tehát egy nagy maciról beszélünk. Ezért például ez pont ilyen ritmusú, ahogy hallottuk is. És hogyha a zeneszerzés az úgy folytatódott, hogy én nagyon sokat aztán elkezdtem, akkor jöttek ezek az ihletek, a népzenei motivumok. És akkor írtam a Magyar Fantáziát, a Kárpátok mágiája, így jött hozta egymás után ezek a népzenei feldolgozások. És nagyon, amikor játszottam a koncertjeimen, a koncertek után jöttek oda hozzám gitárosok, hogy ez nagyon szép volt, nem lehetne, nem kaphatnának egy kottát belőle.
Én mondtam, hogy hát én ezt igazából még nem is írtam le, csak így játszom magamnak, saját koncertjénen aztán. De hát mondom, ha van rá igény, akkor elkezdem őket lekottázni. És akkor ez így szót költett, zeneművet költett, és akkor a végén már nem is számolom, azt hiszem 6 kotta kötetet adtunk ki eddig. Ah, jó számolom. Esetleg tudunk-e arról, hogy híres előadók is játszanak a világban Bernátot? Hát szerencsére igen, nagyon sokan játsszák versenyeken ilyen fiatalok, illetve Los Angelesből játszott a legutoljára egy nagyon híres gitárművész, Matt Burgic. Ő egyébként szlovén, ha jól tudom, szlovén gitárművész, és amúgy meg nagyon régóta Amerikában él, már Los Angelesben, és hát ő azért egy elég híres figura, aki játszotta az egyik művemet. Nagyon sokan játsszák Ukrajnában a műveimet, de Oroszországban is, és... Ha már itt az interpretációnál tartunk, akkor hallgassunk meg egy részletet, amelyben éppen egy flamenco számot, hogy egy régebbi saját fordulatoddal éljek, turbózol fel éppen. Ez pontosan felturbózás alatt. Szabad egyáltalán ezt? Hiszen a zenének nagyon komoly szabályai vannak, a szerzők nagyon kényes pontossággal jelölik a tempót, a hangokat, a dinamikát, te pedig ezen egy picit úgy látszik, hogy hajlamos vagy túllépni. Igen, én szentül hiszem azt, hogy ha nem lett volna Liszt Ferenc, akkor nagyon szegények lesz, sokkal szegényebb lenne. Például most nem a Liszt Ferenc saját művére, hanem ugye Liszt Ferenc nem csak saját műveket írt, hanem feldolgozta gyakorlatilag Schubert műveit. Ugye? Cifra György, zongoraművész, ő még azt, amit a Liszt Ferenc úgy mond, amit én szoktam mondani, hogy felturbózott, azt még ő még azon is túlturbózott. Tehát, hogy vannak szerzői utasítások nyilván, de egy élőzenei koncert az pont attól olyan, hogyha mi valami pluszt beleviszünk. És én nem félek belejátszani plusz hangokat, hogyha az a zenei harmóniát csak díszíti, és valamit plusz ad hozzá, nem pedig elvesz belőle. Ugyanez vonatkozik ugye akár tempókra is. Tehát lehet egy darabot valaki eljátsz, tehát például valaki lassabban játszik dolgokat, mert vagy nem bírja technikailag, akkor nem biztos, hogy kellene venni azt a darabot játszani. Sok zenész sajnos manapság hajlamos arra, hogy kicsit egy biztonságosabb tempóba játsza. Én azt mondom, hogy azért illik betartani a szerzőnek a gondolatát, ahhoz esetleg pluszt lehetne tenni, de elvenni belőle nem biztos, hogy jó. Úgyhogy én azért merészkedem ilyenekre, mert a történelem azt mutatja, hogy nagyon sok olyan híres zeneszerző, illetve koncertező művész megengedte magának ezt, és tényleg arról beszélünk, hogy ezzel nem csonkítjuk meg az eredeti
művet, hanem valami plusz még esetleg hozzáteszünk, ami a közönségnek érdekes lesz. Ezt, amit most mondtál, ezt egy másik koncertfelvételedben is tetten tudtuk érni. Ott éppen Bach 147. kantátájának gitár átiratát adod elő. És ott is természetesen Bernát Ferences stílusban.